Időseket segítő akcióprogramot indított a mi hazánk mozgalom a koronavírus által leginkább fenyegetett társadalmi csoport érintésmentes bevásárlását biztosítva. Bevásárlási segítséget nyújt a mi hazánk mozgalom az idősek számára hogy a koronavírus fenyegetettségében ne kelljen akár tömegközlekedéssel, piacra, boltokba mennie, menniük. Zsúfolt helyek elkerülése érdekében tehát a Mi Hazánk Mozgalom kíván segítséget nyújtani az idősök, időseknek. A főváros legnagyobb idős otthonának vezetőjével folytatott minapi egyeztetésem után is egyre nagyobb feladat hárul a Mi Hazánk Mozgalomra, és úgy látjuk, hogy a kormányzatnak is, Szorgalmaznia kellene az idősek megfelelő izolálását. Azt látjuk, hogy az idős otthonok is rendkívül túlteheltek. Például az említett idősotthonban is, bár néhány éve magam is végeztem önkéntes munkát, most nincs közvetlen betekintési lehetőség nyilvánvalóan a látogatási tilalom miatt. Azonban azt látjuk, hogy a túlzsúfoltság az kormányzati felelősségeket is megmutat. A mi hazánk mozgalom mozgalmi alapon, szeretné folytatni azt a bevásárlási segítséget, amit az időseknek nyújtunk, és tagjaink, szimpatizánsaink kínálják fel önkéntes alapon azt a segítséget, amelyek kapcsolatban az érdeklődő idősek a mi hazánk mozgalom honlapján megtalálható helyi vezetőink elérhetőségein keresztül rendelhetik meg ezt a természetesen ingyenes szolgáltatást, vagy a központi 0670 850 5900 as telefonszámon hívhatják házhoz önkénteseinket, akik természetesen például a lakásba be nem lépve próbálják biztosítani az érintésmentes bevásárlás lehetőségét. Az ingyenes szolgáltatásunkat igénybe vevők illetve a segítségüket felajánló aktivisták tehát a mi hazánk mozgalom szervezésében ö, csatlakozhatnak be ebbe a misszióba, és azt gondoljuk, hogy szerte az országban szükség lehet az önkormányzatok hasonló fellépésére is. Míg tehát a kormányzatnak abban van felelőssége, hogy az idősek izolálását megkezdje, hiszen ezzel kapcsolatban nem láttunk eddig lépéseket, és ezt a mi hazánk mozgalom szorgalmazza, ezzel párhuzamosan szeretnénk ö, segítséget nyújtani.